Sziasztok, én Gríti vagyok, és a mai videóban láthatjátok a Bandikumot, és szeretnék egy kicsit Priscillának és az egyik osztálytársának Vivinek segíteni, ahogy tudjanak ők is például videózni elsősor. Szóval ezt fogom nektek így beállítani, de hogy a hangot például hogy lehet, meg hogy a kamerát, hogy például vegyen titeket. De amúgy a kamera, hogy lássak titeket, az nem minden gépen van. Például a nagy gépen nincs, a laptopon az, a jól tudom, a laptopokon mindig van, szóval nem tudom, azon van. Szóval erre rámentek, erre a kis mikrofonszerűre, így, erre rámentek, és itt van a hang. És akkor ezt kell, itt látjátok, itt van, hogy hangrögzítés, ezt ki kell pipálni, hogy vegye fel ugye a hangotokat, ez az egy dolog. És a másik, ez, hogy hangszórók, nem tudom, ide mi van írva, hangszórók valami, de ezt is rá kell menni, mert itt van letiltás, mert akkor azért nem fog, azért nem veszi fel a hangotokat, mert le van tért, hogy felvegye. Ide hangszórók, erre kell majd rákattintatok. Igen. Szóval ez a hang. A webkamera, ugye, hogyha a laptopon vagytok, de nem tudom, hogy a nagy gépen is lehet egyébként, hogyha van így kamerátok, de ugye, hogy vegyem fel titeket, de mindjárt bemutatom az arcomat, mindjárt beállítom nektek, ugye ezt ki kell mindenképpen is pipálni, ugye ez is már eleven ki van, vagyis hát nekem ki volt, ugye ezekkel itt nem kell törölni semmit, hanem ezt is ki kell itt pipálni, és ugye láttok most engem, szóval igen, ez így működik, és akkor itt lehet itt állítgatni, hogy hol legyen a fejem, meg nagyba is lehetek, és amúgy bocsánat, mert kicsit még kocsiska vagyok, mert nem rég keltem, szóval bocsánat. Szóval akkor itt még lehet ilyen kicsibe tenni, ugye ezt az egészet, itt például nagyobba lehet tenni, hogyha ilyen pici az egész. Itt lehet húzogatni, ugye például, hogyha át akarjuk helyezni. Itt meg le. Szóval igen. Ezekkel nagyon itt szerintem nem kell ezért dolgozni. De azért ez legyen kipipálva mindenképpen. És igen. Na ebből most kimegyek ebből a kamerából, mert én most nem szeretném az arcomat tovább mutatni. Jaj, miért mentem ki onnan? Szóval az egér, ugye, hát itt nem kell itt semmi sem csinálni. Ugye van itt a logó, hozzáadása a videóhoz, hát ez nálam nincs kipipálva, de mégis ott van a Bandika. Ez nem tudom, minek kérdezzétek. Ugye ezek már szerintem ezek nektek is ki vannak itt pipálva. Igen. Ugye vannak itt az első lépések, és akkor majd mindjárt mutatom, hogy hogy indítsatok el egy videót. Pillanatot kérek. Szóval sokatoknak ugye, hogy kezdjétek el azt, hogy felvételleállítás, és ami itt van, F12, ugye itt található fent a legfelső sorban az F12, azzal tudom elindítani, vagy leállítani, ugye ezt még egyszer meg kell nyomni. Igen, és akkor lehet még a Space-szel is leállítani, mert nekem elsőnek a nagy gépen az úgy volt, hogy úgy állítottam le. De most már nem így van, hanem ugyanígy az F12-vel csinálom a videót, de most szerintem még az F11-el is könnyen meg lehet csinálni. Azt úgy kell, hogy ide rányomtok, csak most nem nagyon oldalon, nem olyan vagyok, nem bírom beszélni. Nem olyan oldalon vagyok. Szóval, várjatok, meg, na itt van, itt van. Ugye gyors billentyű, ezt nem szoktam, nem tudom mi ez, de ez ki van pipálva nekem. Na itt van a videónál, hogy ugye itt van a szünetelés gyors gomb, ugye nekem a shift,
te lehet szünetelni, és itt van ugye F12, nem mutatom, hogy kell. Ugye rákattintasz, és ugye beírod ugyanazt a számot, például amivel akarod venni. Például a space beírod oda, nem kell kitörölni, mert akkor más jön be simán, csak be kell írni, és akkor lesz úgy jó. Webkamera ráhelyezés. Ja, de ez a webkamera ráhelyezés, amúgy ez nem tudom mire jó. De ez ki van pipálva, de lehet úgy is, hogy nincs kipipálva, ahogy tetszik. Ugye... Leteszem a leírásba majd, hogy tudjátok ezt itt. Majd tudtak itt dolgozni. És akkor itt van egy ilyen, most én ezzel veszem fel. Ez azt jelenti, ez a kis gép, ami itt van. Az azt jelenti itt fent. Az azt jelenti, hogy ahogy most veszem fel a videót, nem ilyen letöltött játék, például a Star Stable, vagy a Minecraft, vagy valami ilyesmi játékot veszünk fel, hanem ugye a rendes gépen, például ez arra jó, például, hogy a YouTube-on meg akarsz mutatni egy, ami neked nagyon tetszik videót, meg akarsz mutatni, akkor erre kell rámenni, vagy olyat, mikor a gépbe be kell élni, például a Tanki Online, és akkor ezt ezzel kell felvenni. Szóval mondtam egy pár példát rá. És itt van egy ilyen játék, ugye ez meg arra jó, hogy ilyen letöltött játékok, a Star Stable, MesterMC, Alicia Online, stb. Mert itt egy üzenet, ez is nem arra van. Ez arra jó. Ugye van itt egy Homey, ez a webkamera dolog. Na itt van egy, ugye ezzel is tudod itt állítani, el tudod kezdeni ugye a videót. Például most itt vagyok ugye rendes gépen, most nem vagyok játékban, ezzel vagyok ezen a kis géppel, gép van rajta. Ezt kell itt megnyomni, és akkor itt így tudom kattingatni. Ez a kamera az arra jó, hogy ha megnyomod, akkor lefényképezi ezt, ami ugye hogy van. Például így a Tanki Online-ban vagy, most mondtam egy példát, ott van a bandikon, megnyomod, azt le tudod fényképezni azt a videó elé, és tudod tenni. Igen. Itt vannak ugye az első lépéseknél a kezdőlapon a videók, és akkor itt például az utolsó videó az mindig felül van, ezt meg tudod nézni, és hogyha rámegyek, lejátszás, szerkesztés, feltöltés, törlés, lehet menni. Ugye itt én mindig ezekkel szoktam törölni, szóval ezt ugye törölte, és akkor itt van egy másik. Igen, és ez nagyon jó. Nagyjából szerintem elmondtam, hogy mi. Ugye ez a szünetelés, de ugye lehet, ezt mondtam már videó elején, hogy shift-tel lehet, meg így be kell állítani. Szóval igen. És remélem tudtam neked Priscilla és Vivinek ezt segíteni, de szerintem aki nem tud videózni, akkor most már tud videózni. Be tudtam mutatni nektek. Hamarosan jövök valami újdonságos videóval. Addig is legyetek jók, és jó videózást kívánok mindenkinek, és a csatornáitokat azt mondjátok meg, és fel fogok iratkozni, hogyha van olyan csatorna, amin már elkezdtétek a bandikomot nyomni. De leteszem a leírásba a linkjét, hogy le tudjátok tölteni, hogyha még nem töltöttétek le. Remélem tudtam nektek egy kicsit segíteni. Hát ennyi lett volna, tényleg, szóval jó reggelt kívánok mindenkinek!